Franklin, barátom. Bocsánat, pontosabban Travis barátom. Üdvözöllek a felülnézetes városban. Egyébként csak azért mondom, hogy Travis barátom, meg GTA 2-ben vagyunk, srácok. Életemben kb. Most játszunk másodszor a játékkal. Megmondom őszintén, most néztem, letöröltem véletlenül a GTA 2-t, azért csak a GTA 1-et tudom megvalósítani. És hát akkor most térjünk vissza a felülnézetes városba. Ebben a játékban még nem voltunk, és Travis a főszereplő neve azért nem. Vagyis hát a karakter neve, akivel most vagyok, és Liberty City-ben vagyunk, lehetett választani, melyik városba jöjjek. Hát, Bulldog! Ez igen Bulldog, kutyám! Azért nem egy izével vagyunk, egy Travis-szel, egy Walking Dead-es, Fear the Walking Dead-es Travis. Ó, még jobb okó is van, nézd már! Ó, ezt nekem találtak ki ezt a játékot, mi jó már! Adod ide a jobb okódat! Superbike, meg mind... Ez nem is jobb okó. Hát nem szégyenli ma... Ó, még pink kocsi! Hát milyen homokos tulaja lehet ennek. Central Park, itt át kell vennem a kicsi Travis fölött az irányítást, itt sárga ruhába, meg minden. Szar. Hú. Ez igen srácok, ez a GTA 2, ez valami parád és jobb, mint a GTA 2. Vagyis ez a GTA 1. Vagyis hát nem tudom mit mondok, de jó ez a játék, nagyon tényleg. Ennyitől kinyitfontom, azt hittem. Ez igen micsoda toxik, ahogy mondom, még jobb autók vannak, mint a való életben. Kicsit csúnya a grafika. Meg egy kicsit bukfence, védjük el ezt a szürkét, üsse kutya, ez már bike. Bicaj, ez meg rendőrös gondolom, ó. Ezt nyoljátok, kisrácok. K betűt nyomom, és izé. Vagy nem én dudáltam? Komolyan mondom, de beleélem magam én ebbe a játékba, srácok. Az előbb dudáltak, halljátok, milyen komoly, komolyan, mint GTA San Andreas-os Dunák. Dunák, jó van. Mondom, nagyon, nagyon itt van velem ez a 600 feliratkozós öröm, plusz az, hogy ezt a nyomorék motort nem lehet irányítani, Superbike. Elég lett volna nekem a sima bike is. Hát onnan tellik nekem ilyenre, az meg nem egy komfort amúgy az előbbi tud közepén. Ha jó, az igen. Nem amúgy valami rohadt nagy autó volt. Hova szoromba kell menni, hát nem igaz. Jó van, én meg akartam csinálni egy küldet anyádat. Egy küldetést, de nem úgy fest, hogy ez... Meg nem igaz, nem tudom irányítani ezt a szutykot. Hát mi ez? Ide kell jönni? Fűvel, fával, bakorral kell itt izélnem. Barát, ó, ott vannak telefonok. Aha. There is a telefon. Hol van ez a telefon? There is a telefon. Ez egy jó telefon. Valami márkátlan mobil. Na, Crazy Jimmy. Dump a car. Ó, csórjunk autót. Jól kezdünk. Crazy Jimmy, mert minden szar. Superbike, induljon a Mokka. Mokka Miki mosodája. Ó, a Mokka Miki. Vagy hogy van? Nem tudom. Egyébként találtam egy könyvet a könyvtáromban. Milyen könyvtáromban? Úristen, életemben, hogyha két könyvet elolvastam. Azzal sokat mondok. Tehát itthon van egy-két könyv. Van egy olyan srácok, beszartam, amikor megláttam. Tanuljunk együtt számolni Billyvel, a mosómacival, magammal anyádat. Szóval, mondom, találtam itt egy olyan, hogy tanuljunk együtt számolni Billyvel a mosóautóval. Mundano. Ó, ez igen milyen kocsi. Mundano. Hát jobb, mint a izé, a Banshee, mert minden szar. Óha. Azért arra figyelek, hogy el ne ragadjon a hív, nem ám most meg ráfüggök a GTA 1-re, srácok. Mert jobb játék ez, mint a GTA 5. Milyen már tényleg. Amúgy az FPS-emünk az nagyon jó. Ez nem tudom miért, 23-at ír, meg sem otcan, egyetlen pillanatra sem az elejétől kezdve. Az úgy konkrét, egy kicsit bagos. Na mindegy. Na, hova kell hozni? Hova kell hozni? Most már komolyan kezdek tőle. Ó, még polícia! Jújjúj, ki ne ráncigáljanak. Morgó betyár, morgó kutya, vagy minden szar. Hát mi az a fejodafön, srácok? Ilyen van a GTA 2-ben is. Ez igen? Mint a rolog én itt, minden szaron át, Central Parkon, meg mindenen keresztül, North Park. Jó van, hova kell már minni ezt a szutyit? Nem igaz. Hát jó. Jó, ki ne ráncigáljon a Bulldog! Mert itt aztán lesz ám nem ulas. Jó. Ide kell hozni, aha, itt egy garázs. Ez igen, hogy működik? Nyíljen már föl, te papírgarázs. Megvan a küldi, Jimmy needs a driver.
hol tolkoljak a Jimmyvel, valami olyat írt, hogy tolkoljak Jimmyvel. Védjük el ezt a taxit, mert már nagyon itt sorban, még a végén izé húgy csövet kap, meg követ. Mi ez? Left in time, left 15. Ennyi időm van a játékból, ez csak demo, vagy mi a geci? Na minden srácok, hogyha ez a 10 másodperc arra vonatkozik, akkor előre elköszönök és sziasztok. Na azt írja, hogy time left, lehet csak küldik baszom el, de hát akkor sziasztok. Ja nem, ide kellett csak érni. Azt hittem már ez egy demo, aztán ennyi időm van. Nem tudom, ezt egyébként én valamikor nyár vége fele töltöttem, amikor ugye csalódott voltam a videókártyám miatt, és akkor gondolkoztam, hogy milyen játékból kéne vidit csinálni, ha már ilyen régi rakikat tudok csak. Menjetek már el innen, morgó mikik! Nem igaz. Mindenhol izé üldöznek engem ezek a mikulások. Na. Tű, milyen jó hangja van, beleugra. Jaj, nem lehet. Úszni vajon tudunk? Úgy tudom, hát nem, ez biztos, hogy nem Cloud Speed. Speed, jó van. Cloud, jó van, kimondom. Cloud Speed. Na, csak kimondom. Nem a felhővel vagyunk most, a Clouddal. A GTA 3-as főszereplővel, róla lehetett ugye hallani a GTA 3 után, hogy ő a GTA 2 főszereplő, és hát nem tudom, de ez valamilyen izé, Travis, akivel most vagyok. Jó van, srácok, tudjátok mit, once the pickup made. Milyen izé, ugyanilyenem van, miért nem jó ugyanaz a kocsi, milyen pixeles ez a szar. Ez a 2000, vagy 1998-as, amikori grafika? 96-os, 7-es? Ezt már csak a FIFA 94 tudná überelni. Emlékszem, informatik órán letöltöttem a haverommal, letöltöttük, aztán valamiért nem indult el. Megmondom, az csak a régi Windows-okkal kompatibilis. És tudjátok, titokban letöltöttem, mikor nem figyelt a tanár, mert nem balfasz tanár volt. De aztán nem tudtam elindítani, meg akartam egy jó teremfocit. Na mindegy, ezt a járgányt én még leteszem a helyére, a dimbes dombos völgybe. Aztán még egy-kettőt lövök szerintem. Mi ez? Bankrablás? Mi a szar csilinge? Ugye nem a izé GTA 3-as hív. Én már nem is új irányba jövök. Menjetek már el innen, policok. Polícia meg minden szar. Akkor mondom, szebbek az autók, mint a GTA 2-ben. Nem tetszette a GTA 2-es kocsik, itt az egyben jobban voltak. De most már mutat már ez a nyomorult szar, én nem tudok rajta kiigazodni. Most biztosan egy előre mutat, ugye? Itt mutat fölfele. Mi a szar csinálja? Olyan mondom, nem tudom. Menjetek ma... Arrébb lenne, nem igaz. Erre sem lehet jönni. Akkor nem tudom, hova kell menni. Föladom, szétlövöm ezt a fostrágyát. Nem érdekel, hogy mi is sem félre. Ja, hogy én is meghaltam. Na jó van, srácok. Szerintem ennyi pont aktuális volt ebből a játékból. Remélem tetszett. És akkor GTA 3-mal jövünk. Jelenleg búcsúzom. Na csó! Igen? Tudsz egy helyet a vörös lámpás perem negyedén? Vagy mi a szar tudsz te? Mit tudsz te? Lali! Lalikám! Lali! Lajos! Na jó! Na most tedd a pohár. Gansz. Kibaszottul fáj a kezed. Mit képzelsz te itt magadról, hogy csúnyán beszélsz az én videómban, te szarcsimbók? Szálljál ki onnan égból. Óha, elcsesztem az első küldi, mi sem fél, srácok. Első küldit elkúrtam. Na nem mondjuk. Akkor mondom, üdvözlök mindenkit amúgy a GTA 3 világában. Ugye ez még nem a GTA 3 végigjátszása, ez is lesz majd, de ahhoz képest, hogy szabad pályát ill első küldi címének. Jó, hogy amúgy a fegyverénket nem vették el. Jó, hát akkor induljunk útnak. Igazából úgy tervezem. Ja, és zene nélkül srácok. Ezt már a GTA 3 végigjátszás előtt elmondom, hogy zene nélkül vagyunk sajnos jelen pillanatban a GTA 3 világában. Ez csak azért zavaró, mert hogyha valamelyikőtök azt megtudná, hogy nekem esetleg átküldeni a játék zenéit, valahol föltölteném és átküldeni a linkét, vagy valahonnan tudna mondani egy letöltési linket, ahonnan le tudnám úgy a GTA 3-at szedni, torrentezni, ahol megvannak a zenéi. Mert ugye nekem annak idején ez a játék megvolt eredetiben, de úgy elkallódott a lemeze, hogy én meg nem fogom keresni. És gyakorlatilag azóta én akármikor csak letöltöttem a GTA 3-at, mindig csak ilyen hang nélküli, a zene nélküli tudtam leszedni. Szóval ezért is kéne egy jó letöltési link. Mert így, mikor majd eljön a GTA 3 végigjátszásának ideje, lesznek bajok. Amúgy az első rejtett csomagot akartam volna fölvenni, na mindegy.
Lényeg, most itt biztosan nem lesznek GTA 3 ügyileg jelenleg copyright gondok, és akkor ezt a fazont, ezt az égbolt én lerakom, menjen útjára, tényleg aztán kapíts meg minden. Én szétrombolom az egész várost. Itt GTA Liberty City Stories. Már majdnem azt mondtam, hogy a GTA Liberty City Stories világában vagyunk. De nem. És egyébként, ugye van egy ilyen kiegészítő módja a GTA 3-nak, hogy Frosted Winter. Na majd arról is lesz végigjátszás. Én végignéztem, GTA Norbi vitte ki ezt videóban. Hát srácok, én voltam gyakorlatilag helye ugyanakkor, mikor ő ideges. Ezt olyan mondom. Az a játék, az a kiegészítő mód, amit egy lengyel úriember csinált, félreértés ne essék, én nagyon bírom a lengyeleket, jó arcok, meg minden, és ugye jó barátaink, mi nekünk magyaroknak, de hát GTA Norbi, miket rage-elt srácok, én még nagyobbakat fogok szerintem azzal a móddal, és miért ebben a izében vagyunk, ebben a bajszos papinyós szedben. Úgy láttam, komolyan mondom, hogy Cloud ebben a ruhájában ült. És akkor figyeljétek, Magic in the Summer, Ennyi. Ezt a ruhaváltást soha nem értettem. Nem, hogy lett volna valami ruhaikon, nem. Ennyit csinálsz gyakorlatilag egy másodperccel a másikra ruhát váltasz. Na mindegy, amúgy 36 dollárunk úgymond, hogy egyszer elcsesztem a küldit az elején, és felrobbantottam a kocsit, ezt láttátok ti is. Itt vagyunk Luigi klubjában, nem milyen izék vannak itt Luigi lányai. Szemem a kormányon, nem misztin, ezt az átvezetőt szerintem megnézzük, srácok. Ez jó átvezető. Szemem a kormányon, nem misztin. Nem nézzük meg, majd a végigjátszásban nem fogom kétszer megnézni. A lényeg, hogy ez a kis törpe, töpörödött kis törpördög Luigi, itt keménykedik nekünk ugye, hogy a lányát el kell fuvarozni. Vagy ez nem az a küldje? Ez nem az a küldje, amikor Luigi, de Mistyt itt kell fuvaroznunk ugye. És akkor mondja nekünk a Luigi, hogy szemed a kormányon, nem a Mistyn. Elnézést, hogy így mondom, de ez a Luigi, ez olyan töpörölött törpördög, most nem azért tényleg. Szemed a kormányon, nem Misty, most elütöttem volna Mistyt, nem tudom mit csinál, szálljál már befele Misty, hát. Ha nem igaz, Misty. Ha én Misty vagyok. Amúgy utálom a GTA 3 fordítását, mert ilyen szarul lett lefordítva. Komolyan mondom, gondolkozok azon, amikor majd a végigjátszás ide lesz, akkor majd angolul viszem ki a játékot, mert ez néha már förtelmes, ahogyan ez a játék fordítva van, olyan undorító szavakat használnak. Tehát most nem azért, de várjál. Játék kezdése, játék betöltése, most nincsen menteni való, majd mindjárt mentek egyet, és akkor bemutatom. De most ne ilyen végigjátszásos küldés izéket fogok amúgy csinálni. És 1500 dollár az első küldire. Ez igen, tényleg GTA 3, ez a legjobban fizető GTA. Talán a Vice City Stories-ban van csak több pénzünk ennél. De akkor is, hogyha csak minden ingatlant elfoglalunk. Jó, és akkor most fölmegyünk Luigi izének a tetejére, ami ugye GTA Vice City Stories-ban még valamelyik másik mukinak a izéje, ingatlanja, vagyis tulajdona, amúgy itt egy rejtett csomag. GTA 3 volt, mielőtt elkezdtem a Vice City végigjátszását, az első GTA, amelyben összegyűjtöttem egyébként a 100 rejtett csomagot. GTA 3-ban nagyon ott vagyok rejtett csomag, ugye, akit megúgytam, hogy egy AK van, de nem helyette még egy rejtett csomag. De amúgy itt a GTA Vice City Stories-ban egy AK van, hogyha jól tudom, vagy valami más, de valami fegyver itt biztosan van. És akkor kezdjük el írteni népet, igazából lehet, hogy jobb lenne Rampage-el, mert ebben a játékban vannak olyan Rampage-ek, komolyan mondom, hogy hogy attól már falat fogok, de Terence Hill-be belelőttem amúgy, és egyből beadják a kettest, mert ők a Terence Hill-ek. Ez igen, hármas körözés, egyet öltem még csak meg. Gyertek köcsögök, én nem félek tőletek, ott megöröm fiú, mert minden szar. Gondoskodok én majd az önöm fiú öröméről. Honnan lő? Most kiló? Helikoptert hallottam amúgy. Police! Az a baj, hogy még a játék elején vagyunk és max 4-es fogják beadni szerintem. De lehet még az sem, csak a 3-as a max. Az már nem kihívás nekem a 3-as. Nem, sem fogom megnézni a 6-os körözés kódját. Hogy megnézzem, srácok! Nem, majd a Vice City-ben fogunk 6-os körözésre egyet játszani. Eldöntöttem. Egyet 6-os körözésedünk a Vice City Stories-ba. Gyere ide Terence Hill, rázad meg a testedet, csavart fel a szőnyeget. Ó, de köcsögök vagytok, ti búzik. Anyára Terence Hill és így rád áll. Ez a szarra, most végigjátszás vártunk volna, olyat rage-eltem volna, én komolyan mondom. De ez nem végigjátszás. Amúgy itt meg 1000 dollárt levon. Alapból. És most jön a tutoriál, nagyszerű, minden fegyver használható. És amúgy, amit meg megjegyeznék, hogy nem olyan biztos ám, hogy ez olyan hosszú külön kiadás lesz,
Mert igazából egy óra, szerintem egy órában megpróbálom betömöríteni a dolgokat, hogy 8-9 perc volt a GTA 1. GTA 2 az kimaradt, pedig most a GTA 1 nem is tudtam, hogy rajta van a gépem, mert én úgy tudtam eddig, hogy a 2 van rajta és az 1 pont, hogy nincs. Jó, van a sok nyüglődős szar, ezeket tudom. És akkor lett volna a GTA 2, én eredetileg azt akartam volna az 1 helyett is, és most lehet, hogy GTA 2-t is le kellett volna szednem, ugye? Igazából, hogyha most ilyen pillanatban lenne egy jó videókártyám, akkor ugye tudnánk GTA 4-et és GTA 5-öt is emellé tenni, de hát jelenleg csak ez a 4 GTA megengedhető. Talán még a két Stories PC Edition jöhetne, de hát azokat meg még nem szedtem le. Jelen pillanatban ugye a PSP emulátort sem tudnám megfelelő minőségben nektek rögzíteni, mert nekem vidin kívül abban megvan olyan 25-30 FPS, tehát vidin belül ez nyilván lássik ilyen 10-15-re, úgy meg élvezhetetlen. Sajnos a jelenlegi vidin kártya nélkül gyakorlatilag vidin kívül elég sok játékkal tudok játszani egyébként, tehát elég sok minden elfut. PES 2011-el játszok most, vagy melyikkel? Valamelyikkel, FIFA 07. Ezek mennek, most a FIFA 07-et csak azért, mert a lányból van ugye vidi is. Tehát ezek, amik elmennek vidiben is jól, amikből most van végigjátszás sorozat. Emellé még egy-kettő játék nyilván jönni fog, ilyen régebbiek, hogyha véget érnek, de hát hamarosan ugye meg lesz az új videókártya is. Hát, azért én még annyira nem vagyok ám biztos ebben, hogy karácsonyra meg lesz. Ha karira nem, akkor a szülinapomra az meg áprilisban van. Rohadt messze van az még, úgyhogy szerintem kari és a szülinapom között lesz majd meg az új videókártya. Legalábbis én úgy tervezem. Aztán akkor majd minden fasza lesz. GTA 3-ban most egyébként nem is értem, hogy ennek mi értelme van, hogy én itt trollkodok. GTA San Andreasban egy olyan elképzelésem van egyébként, hogy majd azt nem mondom még itt el. És menj már innen Terence Hill, nem igaz, 15 HP-ben minden szar. Ne élvezkedjetek. Ez igen milyen akciófilm, Terence Hillnek soha nem volt ilyen izgalmas filmje. Nem bírtam annyira, soha Terence Hill. Jó, nincs velük bajom, de egy idő után már Terence Hill meg a Bud Spencer-es filmek monotonok, viszont itt elugrottunk amúgy az előbb szépen a rendőrkocsival, és beleestünk majdnem a szívbe, ez nem igaz, ez nem igaz. És most itt is elkezdenek keménykedni, azt hittem az jön most, hogy letartóztattak, de szerencsére nem, mert ugye akkor is lett volna egy tutoriál, jó. És akkor most egyébként én megpróbálom úgy írteni a város nekem, ezek a szarrágóak ne tudjanak ártani. Ó, ez be van zárva, elmenjünk a izének a házához. A nem Corleone srácok, de gyökér vagyok. Komolyan mondom, Joey Leone. Salvatore Leone, igen. Joey Leone ugye a fia. Az öreg mágusnak. Tehát akkor nála valahol próbáljunk itt Saints Markban egy olyan helyet találni, ahol írthatjuk a népet, tehát majd a végigjátszásban egy idő után ide nem fog szívesen járni, annyit elárulhatok előjáróban. Tici! Igen, annyit elárulhatok előjáróban, mielőtt egy másodpercre befagytunk volna, ez most a minden játékban előfordul, itt már kezdek arra is gyanakodni, hogy a gyenge vidikártya miatt fordul az elő. De semmi gond, ez az egy-két másodperc, nekem nem akadály. Viszont amúgy most nézem, milyen hamar kifogy ebből egy tár, oké, hogy a sorozat lövőben minden, de azért túl sokáig nem lehet legalább népet írteni. Amúgy Saints Markban szerintem itt is van rejtett csomag, nekem nagyon úgy rémlik. Nem tudom most így hirtelen a százat azért, mind a százat, de akkor Vice City Storiesban, de itt van rejtett csomag valahol. Jújjúj! Jáj, nem kellett volna leesni. Na mindegy, sniperezzünk. Hát de nem innen. Föl kéne ugrani erre a szarra. Egy pillanatra egyébként már itt a hely megtérzte, azt hittem, hogy Tony Cipriani mamájának a izénél vagyunk. A tért kolácsánál. Amúgy nem ezt akartam mondani, hanem neki is van egy ilyen bisztrószerűsége. Miért nem tudok közelíteni? Ja, mert az évvel közelít. Jó van, én itt a izét használtam. Jó ét, mocskos mafiózó. Veled lesz még leszámolni valamban is, veletek. GT3 végigjátszásában is. Ti majd a fejemet akarjátok rendesen. De mi még jó barátok vagyunk. Ugye mi jó barátok vagyunk. Addig én itt még kiélem veletek vágyaimat. És elpusztítalak titeket. Majd a Mafia című játékban legyünk jó viszonyban, jó? Mafiák. Ott meg nem veletek jó viszonyban lennem, hanem Salieri családjával. Vagy bandájával. Óha, 52 szív, és most beírom, hogy aspirine. Gesundheit. Gesundheit. Ja igen, jól tudtam, itt az élet erőkódja. Jó, és szerintem lassan ennyi lesz, hogy a GTA 3, itt még nem nagyon... GTA 3-ban gyakorlatilag tényleg korlátozva vannak a lehetőségeink száma, itt nem tudunk túl sok mindent csinálni. Ezért meglátszik, hogy az első 3D-s GTA volt. Ó, 100 HP-vel túléljük a banzájt, itt meg googolni sem lehet amúgy. C betű, de furcsa egy felülnézetből, na mindegy, pedig most GTA 1-eztem. Kilövöm én innen a izét.
Mondom, kilövöm én innen a helyzet. Nehogy ides! Nyújjúj! Shit! Hú! És nem sebződtem meg végül. Egyetek gránátot, Terence Healy! Nem igaz. Ahol érzed magadat, nem a striptease klubba, hogy itt nyugdössél. Nem ott vagy. Ne előjjél már, Terence Healy! Nem igaz! Menj már innen, open on! Jújjúj! Open! Jó, túléltük végül 50 HP-val. Ez a szerelő fazon, ezzel meg lesz gyűlve a bajom. Majd azt a másik szigeten a... ilyen fazon fog majd halászni halóval, és ezt kell majd kinyírnunk gránátokra. Hú, de utálom ezt a küldit, csak ennek a csávónak az kinyíről beugrott egyből. Menj már innen, Terence! Te is menjen innen, Terence, kettő. Jó, és gyorsan vegyük föl, srácok a izét, gyerünk! Melyik a sprint? Gyerünk! Gyerünk, Cloud! Cloud! Jó! Gyerünk, néma főhős! Egyetek minden kaktuszvirágot! Júj! Én is azt mondom, hogy Stop, police! Sajnos 4 csillag itt csak a max, nem tudom mi a 6 csillagkódja. Vice City-ben majd fölviszem 6 csillagot. Nem akarok ott csalni, még vidig, hát még úgy, hogy nem is végigjátszásban vagyunk, még úgy sem. Zé! Mindig elfelejtem, hogy ez a közelítés. Óóó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 
Ejj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 j
menjetek el innen, mert csúfos végetek lesz. FBI-os minden szar, genyó. Megdöglötök váma itten, pedók. A Libertyben azt hirdetik, élni jó. De dühöm benne az elfojtott agresszió. Na jó, ez nem tudom mi volt. Minden esetre húzunk el innen a vér vörös, tudjátok hova. Ott egy hajó, álmaim hajója. Én most véget vetek szemlelések. Ne, Cloud! Ó, csak 4 HP-m volt. Akkor majd most. Jó ét! Hú, azt a kurva, és még így is 40 HP. Na ide jártak utána Terenszék. És akkor most vízbe folytom bánatomat. Ez itt a hegyeken vagyunk, itt a Salvator vidékén. És akkor egy ilyen képpel búcsúzok, itt amúgy is nagyon szép helyen vagyunk most éppen. És ez lett volna a különkérdés GTA 3-as része. Remélem ez is tetszett, és akkor a GTA Vice City lesz a következő alany, amellyel jelentkezem. És akkor durrancsuk itt fel magunkat, mind a terroristák. Egyelőre sziasztok! No kérem! Újra itt! Nem egy Vice City végigjátszás videóval, ez most egy különkiadás folytatása. És akkor gyorsan felvesz... Nem veszem fel a fegyveremet, tehát így is dugig vagyok fegyverekkel. Minden esetre most direkt erre jönnék. Amúgy kicsit most próbálok közelebb jönni a mikrofonhoz, illetve hangosabban beszélni, mert az előző részben, előző két felvonásában a különkiadásnak kissé halknak tűntem. Ez nem tudom miért volt. Minden esetre ez most a Vice City-ben leszünk szerintem a legtöbb időt, ugyanis most föl fogom vinni nem kevesebb, mint 6-osra a körözés rácok, tehát nem kevesebb, mint 6-osra, és végre van zene! Hányson van a rádió még mielőtt itt copyrightba ütközünk? 2-es, jó. Semmi gond, akkor mehet. Egyébként a végigjátszás is hamarosan folytatódik, csak annyi nem akarom elkapkodni, mert ugye ez 50 rész, ez hamarosan meg lesz, és ugye az a 100% annyira, hát annyi rész alatt akarom, hogy meglegyen a 100%. Melyikkel lövünk? Közben. Mi szól valami a rádióba? Video killed a radio star van, úgyhogy én felvettem 3-asra a hangot. Ja, jobb eger gombbal lőttem amúgy. És akkor hogyan irányítom ezt? A szutykot. Elfelejtettem, komolyan mondom, hogyan vezetjük a helikoptert. Srácok, nem mondjátok, elfelejtettem pár másodperc alatt az irányítás. Tűrű, ja így. Kill the radio star és space-szel lövünk, jó. Space-szel, jó van, space-szel. Radio star. In my mind, in my heart. Jújjúj! Amúgy már csak azért sem csalok, hogy véletlen se ismerje föl a csalást a játék, és ugye 100%-ot ne adja be netán. Az kéne még, tényleg. Még viccnek is rossz, hogy az kéne, amúgy ezt csak viccből mondtam, tényleg. De még annak is rossz volt. Jó, ebből elég, ez a szar föl is robbant, és akkor Louis házánál elkezdem a terrort. Pray for Vice City!
vége van az egész városnak, mocskos hajtik, megdöglötök mindannyian, végetek van! Leigázlak titeket, és amúgy most a cél megcsinálni 6 csillagos körözést, úgyhogy nem csalunk, ugye? És ezután még menekülni is, úgyhogy túléljük egy pár percet. Majd meglátjuk ki, jobogóval kellett volna menekülni, ma mindegy. Mennyi ma el innen csokoládémentőcs, magyarós, meg minden. Gyerünk, gyerünk, adjátok be a hármost, adjátok be, Arnold Schwarzeneggerék sem akadályok most. Még egy pajzsomat se vittétek le, nyomorékok, ti szarháziak. Amúgy elég könnyű a 6-ost fölvinni a Vice City-ben. Na gyertek még, fölrobbantom én a mentőt is, nem kímélek se állatot, se embert. Gyerünk, küldjétek Foxit, a mentős kutyát. Vagy bárkit. Még ha eltartom on azt a nyomit az előbb. Ó, az már lángol, mindjárt beadják az 5-öst. Gyerünk, már egy kicsit erősebb rendőrsége gondoltam itt. Arnold Schwarzeneggeréktől csak ennyit ellik. Mi van, Arnold? Mi van? Most mutasd meg, hogy kemény vagy. Nem, és nincs gyaloglás. Ó, megmertél sebezni, nyomorék polisz. Robbanjon már fel. Már leviszi a fél pajzsomat, ez a szar. Gyerünk már! Tényleg leviszi ez a szar a fél... Ja, hogy ti is itt vagytok, kocsogok! Óha, ez már köcsökség, ez nem volt benne a szerződésembe. Jujjúj. Én itt már nem tudok eltalálni sem senkit, komolyan mondom. Jó, 95 HP, menekülni kell, srác. 77, 65. Gyerünk, 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 menekülés. Menekülés van. Luis, segíts nekem. Mondtam már, hogy nyugodjál kokóban. Mondom még egyszer, segíts nekem. Adj valami jó járművet. Titkos ügynök, mert minden szar nem kimél. Júj, ez újra fog robbanni, ez nem sok a múlt. Beadták a 6-os, beadták a 6-os, srácok, most kéne egy jármű. Barack, Obama, menj el innen. Jó, ebből aspirin. Júj, jön a tank, jön a tank, jön a tank, jön a tank, jön a tank. Azt a rohadt. Minden szar. Mindenki! Ákfalvi! Aki nem! Bassza meg! És most gyorsan szerezünk valami járművet. Menjen innen, Arnold Schwarzenegger! Jújjúj! Elfáradtunk, elfelejtettem felváltva nyomni a sprint gombot, hogy ugye ne fáradjunk el. Most, de jól jönnének, hogyha meglettek volna már a mentős mellé küldik, de hát ugye a kövi részre maradnak. Mi? We don't shoot Blanco! Vagy mi van kiírva, Blanks? Ó, verjem! Bocsánat. Hát eddig húztuk az első próbálkozást, én ezt még egyszer próbálom, srácok. 6 csillagos körözés, mert mondom, nem fogom beírni. Én körözés nélkül, vagy csalás nélkül akarom összehozni a 6-ost, és úgy, hogy utána még menekülnünk is kelljen, tehát vágjátok. Jó, Fever. Ide kiállunk, és akkor trépázzuk a népet. Oké, Csita. Lance autója, remélem nem bánja, hogy kölcsön vettem. Ha meg bánja, adok neki egy olyan nyaklevest, hogy ezt holnap reggel is emlegetni fogja, meg testvérének, majd Lance-nek fogja mondani a pokolban. A pokol mély bugyraiban, ez igen, megöltem egy Arnold Schwarzeneggert, egybe beadta a kettes. Megöltem már egy 3-4 autóst, azokat le se szarták. Szóval francia öltönyös szart meg el se találtam, ez igen. Congratulations! Mi van velem, hogy ilyen szarul célzok ma? Ez igen, srácok. Na jó, sniper, túl kevesen vannak. Nőt nem ölök akkor sem. Tehát respect nekem. De maga nem nő, maga egy csokoládé transvestita. Saját embereimet sem ölök, de a pimp nem fog bejönni az én birtokomra. Öljétek meg a pimp. Ja, azt hittem, a pimpet lövök. Ezek mitől menekülnek? Gyere ide, pimp! Pimp! Nem fogsz túl sokáig itt menekülni. Az én birtokomra ne jöjjön be semmiféle pimp. Ez nem Jizzy meg Carl Johnson játéka. Majd ők pimpeskednek San Andreasban 92-ben. De nem ma. Stinger. Jó ét. Nem jöttél, mikor kellettél volna az import-exportba. Meg te sem, nyomorékkamet. Hármas. Ennyit ellik a játéktól. Hármas körözés. Mindenkit kinyírok. Innentől senkinek nincs kegyelem. Aki az utamba mer állni. Gyertek, járművek. Gyere, te Arnold Schwarzenegger, hogyha olyan nagy kemény vagy. Hármas körözés. Hát mi ez nekem? El sem talál innen Arnold. És most kell fölvenni ilyenkor amúgy a izét. Fölrobbantom Lance Infernusát sem, és ezért beadták a 4-est. Ez igen. Ennyire nagy szám Lance a rendőrségnél, a policiánál. Szóval már ők is megerőszakolhatták.
Nem csak a Sunny. Ezért adta ki Sunnynak az információt, elárulom nektek, mert engedte Sunnynak megerőszakolni magát. Lesz. Sőt, nem is megerőszakol, de önkéntesen. Júj, önkéntesen blowjobolt a Lance Sunnynak, a fő ellenségünknek, Sunny Forellinek. Na jó, van, elég lesz itt a makacskodásból. Meg mindenből, júj. Júj, bolyóállom el, lény helpelje. Már nekem most gyorsabb beakadt a lemez. Na jó, van, elég legyen. Hol a heli? Hol a heli? Menj el innen Arnold Schwarzenegger, nem igaz. Ne vetődgessé a kertembe, az ültetvényembe! Na, honnan szalajtották ezeket? Ilyen gyakran jönnek. Nem kértem ennyi Arnoldot. Jó, gyerünk. Most egy időre váltottam erre a fegyóra. Gyerünk, itt a rakétavető, most legyetek kemények, Schwarzenegger. Hol van a helikopteres Schwarzi? Ez igen, a házamba. Ki fogja ezt fizetni? Attól még, mert nem vagyok Ricardo Diaz. Nekem is megvannak a magam szabályai. Honnan lő? És tényleg honnan lő? Gyere elő, mocsadék helikopter, nem félek én tőled. Gyere el innen! Júj! Ez igen? Mire kaptam pénzt? GTA 3-ban éreztük magunkat, hogy pénzt adnak a jármű felrobbantásra? Na jó, van, elég lesz ebből a rakétavetőből még. Az igen, én is itt bugzódok, mert minden szar. Jó, beadták a hatos, gyerünk a minigun és srácok, és most fogjuk menekülőre. Gyerünk, úgyis van egy robogó, ma jól tudom. Júj, jönnek az FBI-osok. FBI. Vedd már föl, vedd föl, Tommy, és most van futás. Most van futás, Tommy barátom. Gyerünk már. Hol a jobogom? Ott a jobogó, ez az jobogó. Megcsináljuk, srácok, megcsináljuk. Itt a nagy tervem, hatos körözés. Túléljük. Gyerünk, elmegyünk Louishoz. Louis segít nekünk. Gyere, híres nagy kemény tank. Júj, nem szóltam. Tank bácsi, szép a tank, jó a tank, a jobogó meg még szebb. Túlélte, de én nem fogom. Júj. Azokat is ki kéne pumpálni. Jó. Vissza a jobogóba! Gyerünk! Hol a robogó? Menj el innen, Arnold Schwarzenegger, komolyan mondom! Jó, gyorsan föl! Gyerünk, srácok! Túlélte a jobogó! Igaz, hogy egy kicsit füstöl már, de túlélte! Innentől semmi nem választ el tőled! Szerelmem! Jobogó! Ó, ne! De egy Arnold Schwarzenegger azért mindig keresztbe tesz! Júj! Meg fogunk halni! Nem fogunk meghalni, jó? Túlélte a jobogóm, így is van. Gyerünk, tank! Most mutasd meg, mit tudsz. Vagy mégse. Gyerünk, túléljük, nem kell ide tank. Vagyis hát pont, hogy kell ide tank. Most állítsatok meg. Júj, majdnem kicseszed velem, Arnold, már megint. És megint. Nem fog ez neked összejönni, Arnold. A Miami Vice meg főleg rajt velem van, segít nekem ez a zene. Ne, esélytelen, hogy megállítsál Arnold Schwarzenegger. Tommy Vercetti jobogóval karöltve megállíthatatlan. És most meg fogom csinálni az ugrajtást. Daftambon! Júj, elnézést. Nem! Gesund heit. Ja bocs, aspirine. Bocsánat, srácok, ez volt az első és utolsó csalás. Ettől még a 100%-ig remélem meg leszem, hogy már nem fogom menteni. Igazából csak azért írtam be az aspirinét, meg csak azért a végigjátszásos mentésemmel megyünk, hogy a hatos körözést fölvigyük, mert ugye, hogyha a játék elején vagyunk, hatos körözés nem lehet meg alapból, csak a 4-es vax. Jó, Miami Vice, elég legyen. Flash! Ezt akartam, hogy megcsinálni ezt az ugrajtót. Júj! Na hát így lesz ez a jó! Így lesz ez a finom! Gyerünk! Gyere! Jó! Nyílt leszámolást akarnak akkor Arnoldék. Há? Kicsinálnak? Túlerőben vannak. Vagy mégsem? Ez igen. Na mindegy, legyen ennyi elég akkor a Vice City-ből, srácok. Imi most búcsúzik egyelőre. És akkor jövünk a San Andreas-szal. Come on, CJ! Vamos! Elegem van mindenből. Rövid kis különkiadásunk egyébként utolsó fejezetéhez érkeztünk, csak most úgy mondtam, mintha CJ beszélne. Elegem van ebből a gettóból. Elegem van
hogy az összes előttem lévő GTA szereplő milliómos lett. Itt van Cloud Speed. Speed, jó van, Cloud Speed. Jó, csak nem tudom ki mondani. Cloud Speed. Az ő nevének kiejtésével lesznek majd a későbbiekben is gondok. Ő is milliómos lett, némaként. Ott van Tommy Vercetti, aki mondjuk nagy ember, de ő is milliómos lett. Én nem vittem semmire, éppen ezért felgyújtam a gettót. Jó ét Groove Street, jó ét Johnson ház. Pusztuljék hát az egész gettó. Nem bírom tovább a szenvedélyt. Nem bírom el a szenvedést. Csoró gettós leszek, míg élek. Gyere csak ide. Nem fogod megmenteni a gettót. Ez az én utcám, az én szabályaim. És az én szabályaim szerint a gettó ideje lejárt. A mentős ideje is lejárt. Mely ide jött keménykedni. Gyújtsuk át tovább a házt. Nem bírjuk át az elmúlást. Ne gyújtson rá mindenki egy cigire. Gettósok. Mondjuk tényleg erre jó rá gyújthatnának, mivel itt jól adom a tűzt. Menj el innen te is, Timon és Pumba. Na, hármas körödés, nem baj. Gyertek még többen, és még többen, és még többen! Nem félek tőletek. Ti nem vagytok Arnold Schwarzeneggerék. Bár mondjuk az előbb ők sem tudtak ellen túl sok mindent tenni Vice Cityben. Mi van velem? Milyen Helger? Lol, még Helger. Jó, és most húzzunk el innen a gettóból. Az én időm itt lejárt, mocsadék! Ne lökj engem a tűzbe. A tűzbe löktél? Véged van. Az igen, milyen keményen ugrik el, amúgy föl CJ, ilyen híres nagy kemény módjára. Jó, húzzunk el innen. Menekülés ideje jött el. Tempeni! My dog! Mint hogyha csak Tempenit látnám, tényleg az menekült ugye. A kukások vagy a tűzoltókocsival. Igaz, az utcsó küldi mellesz, és attól még jelen pillanatban a végigjátszásban messze állunk. Hogy utolsó küldiről beszélhessünk? Az igen. Ezt nem mondott komolyan, pont a Ballas területén, és pont olyan ironikus halált halok majd, mint Tempeni. Ha valamit ezt CJ nem érdemelte, gyerünk még egy kicsit! Gyerünk, jó! A kukás autó visszatér. A kukás autó elpusztíthatatlan. De én nem! Hesoljam. Hesoljam. Júj, miért nem jó a hesoljam, srácok? Miért nem jó a hesoljam? De miért nem volt jó a hesoljam? Ilyenkor ezek egyből elfogadja a hesoljam kódot, nem igaz? Ugye az annak is lett volna kódja, hogy a jármű állapota visszaáll az eredetire. Jól van, befejeztem a szarakodást, itt is tombolni fogok. Én itt mást akartam csinálni, nem tombolni. Van rölötte, hogy végtelen lőszerünk legyen. Jó egy gangsta Zori. Amúgy San Andreas városában miért laggolunk? Váj! Mamóka, ez igen, a mamó golfütővel, gratulálok. Beteg készítő, na mindegy, perén jár. Az én járművem, és milyen hangosan játszunk amúgy. Ja, nem is tűnik, hangosnak tűnt a játék amúgy. Jó, és eredetileg árom a tervemet, stricizni akartam egyet itt GTA San Andreas városában. Vagyis Los Santos városában. Looking for a mystery. Looking down for me. Hát annyira nem lett nagy szám ez a 600 feliratos különkérdés, ott valami kis vér túlcsa volt, amúgy nem tudom ki hagyta ott. Szóval ennél komolyabb különkérdésre is gondoltam, de azért remélem tetszett így, mert most már lassacskán a különkérdés végéhez érünk, és amit még itt a különkérdésben el akarok nektek árulni, a leírásban találtok most már egy olyat, hogy Facebook. A csatornának ezen a 600 feliratkozónál megalakult a Facebook oldal, vagyis mikor ezt a videót fölveszem, még nincsen meg az oldal, de mikor a videó fölkerül addigra, akkor fogom elkészíteni direkt, és ott lesz a leírásban innentől kezdve minden videónál. Csatlakozzatok, srácok, ennyit tudok mondani, csatlakozzatok, hogyha nem akartok a legfrissebb információkról maradni, ami a csatornával esedékes, és hogy mikor van videó, egyből kiteszem oda, hogyha videót töltök föl. Úgyhogy tényleg csatlakozzatok, oda is, és iratkozzatok természetesen erre a csatornára, még többen, legyünk többen. 660 vagyunk a következő, nagy cél az már mondjuk 1000 lesz, az még elég messze van, de az már egy nagy gettós álom, nem tudom, valahol meg is lesz. De a 700 azért nem kizárt, akár hogy még ebben az évben is meg legyen 2015-ben, meglátjuk, hogy alakulnak a dolgok. Az egy 700 jó lenne egy 2000. Ó, Diller a kurva szárat, ilyenkor bedobja már, bocsánat. Ilyenkor bedobja. Bezzeg a végigjátsz, hogyha végigjátszás vidit csinál, akkor nem dob be egy Dillert sem. Akkor természetesen nem dob be egyet sem. Na jó, azt is megtudtuk, hogy ezen a területen van Diller.
itt a Izé Parkban, Glen Parkban. Na mindegy, szerintem akkor lassan ennyi lett volna ez a GTA San Andreas-os specialitás, itt házba vágom magamat, és búcsúzok, tényleg. Imi lettem volna, és ez lett volna a 600 feliratkozós különkiadás. Ezúttal is nagyon szépen köszönöm nektek, srácok, a 600-at, elértük, nagyszerű, és örülök is nagyon neki. Szóval remélhetőleg most már csak egyre jobban gyűlni fogunk, és egyre többen leszünk, tehát Facebook oldal leírás pedig a Facebook oldal linkje pedig a leírásban, és akkor ezen a héten, ugye ezt hétfőn teszem föl, november 23-án ezen a héten a GTA-k élesz gyakorlatilag a főszerep, amellett egy-két FIFA vidé is jön meg, majd a Mafia is folytatódik, ami nagyon fontos, két vidé is lesz a héten, és még az Online Soccer Manager is folytatódik, tehát mindez öt sorozatból lesz legalább két vidé, úgy tervezem legalábbis. Mindenesetre most hétfőn ez a különkiadás lesz, meg emellé még valami, talán még egy Mafiát, csak oda ezért paskolok, de hát majd meglátjuk, maradjunk ennyire. Sziasztok!